A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit október 22-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először ellátogatunk egy különleges színházi előadásra, majd ünnepelünk a reformátusokkal, ezt követően köszöntjük Koch Imrét, végül pedig egy beszámoló következik a zene világnapjáról. Tartsanak velünk! A Köfém művelődési házban mutatták be Tasnádi István Finító című darabját. A darab a Fátyol színkör tagjainak előadásában Závodszky Noémi rendezésében került színre. Závodszky Noémi rendezésében a Gárdonyi Géza művelődési ház Fátyol színkörének előadásában mutatták be Tasnádi István legendás darabját, a Finítót, a Köfém művelődési házban. A kiváló színművész csapata társaságában egy olyan kortárs, komédiává finomhangolt tragédiát állított színpadra, amelyben kiemelten fontos a színészi hitelesség és az arányérzék ahhoz, hogy a rímes szöveg érthető és hihető legyen. Óriási komfortzóna kilépés volt nekem is, illetve egy új újdonság az életemben ez az egész színkör, és főleg így utólag, hogy már bemutattunk egy darabot, azt tudom mondani, hogy óriási utat jártunk be így együtt. Nagyon-nagyon sokat változott mindenki személy szerint ez alatt, az idő alatt a közös munka hatására, és szerintem ez mindenkire igaz egyénileg, hogy elmondhatja magáról rám is. Én is új oldalamat ismertem meg, mondjuk a rendezés terén, és csodálkoztam rá saját magamra, illetve azokra az emberekre, hogy mondjuk a közös munka által, vagy egy instrukció által, hogy tudnak ők is változni, fejlődni, és ez nekem személy szerint egy elképesztő jó érzés volt. És nagyon jól mondtad, nagyon régóta érzem azt, hogy küldetés, nekem más feladatom is van azon kívül, mint amit csinálok, és én ezt olyan régóta éreztem, és egyre inkább jön elő belőlem minden, ami valamilyen módon mégiscsak szervesen összefügg azzal, aki én vagyok. Csak egy kicsit másképp. Ennek tükrében miként választottad ki ezt a darabot, hiszen ennek ez a darab a tiéd, és mindnyájatoké, tehát minden olyan szereplői, akik most megmérettetnek. Nagyon izgalmas, nem árulok el azzal a titkot, hogyha elmondom, hogy a társaság egy picit nagyobb létszámmal indult, aztán mint hogy az életben mindig is működik, lemorzsolódik az, akinek nincs ott helye, és megmarad az a mag, akik egy csapatot tudnak alkotni. És nem volt egyszerű erre a csapatra a darabot találni, nagyon-nagyon sok nő volt, és az elején még több férfi is, aztán az utolsó előtti pillanatra kettő férfi maradt. Nagyon sokat gondolkoztam, valahogy egyik nap, de tényleg rengeteg gondolkozás után bevillant nekem a Finító, hogy tulajdonképpen, hogyha ezt egy kicsit így átváltoztatjuk, meg átírjuk, akkor a két férfival mégis valahogy ezt meg lehet oldani, mert az, hogy a polgármester nő vagy férfi, nincs jelentősége, tehát az életben is vannak olyan funkciók, olyan titulusok, amiben teljesen mindegy, hogy az illető férfi vagy nő. Nyilván egy férj nem lehet más, mint férfi a darab szempontjából. És akkor az ötlet az így jött, de volt benne még egy csavar, hogy utolsó előtti pillanatban kilépett az egyik férfi a kettőből, és akkor volt nagy fejtörés és izgalom, hogy ezt hogy oldjuk meg, de nagyon ügyesen átalakítottam, rendőr volt a másik férfi, rendőrnővé, és hogy ott is bizonyos jelenetek, ami a férfinői kapcsolatra vonatkozóak nyilván ugrottak, de alapvetően is az volt a cél, hogy körülbelül egy órásra meg tudjam húzni a darabot, hogy ők is ennyi idő alatt meg tudják tanulni. És akkor még ez is meg lett fejelve januárban egy olyannal, hogy még két új hölgy került hozzánk, és akkor viszont ott nem volt több szerep, és nekik konkrétan be kellett írni még a Tasnádi stílusában, rimmel, úgyhogy a szövegírás rengeteg időt elvett, de remélem, hogy az eredmény majd magáért beszél, a végeredmény nagyon jól sikerült, mindenki nagyon jól beilleszkedett abba, és utólag megállapítottuk azt is, hogy mindenkinek való az, amit csinál. Nagyon érdekes volt a szereposztás is, hogy lehetett kisakkozni, hogy kinek, melyik az, ami, mert
nyilvánvalóan több embernek több szerep is jó lett volna, kivéve ugye az egyetlen férfink, egyértelmű, hogy ő lesz a férj. De hogy ez az egész folyamat, hogy egymásra épült, alakult, változott, ők maguk is beletették magukat, gyönyörű, gyönyörű utazás volt. Blondin Gáspárnak nincsen életkedve, sötét szobában gubbaszt, mint a medve, nem kocsmázik és nem kertészkedik, kidobta mind a pingpong érmeit, főzelékenél feltét se kell neki, sótlan, mióta munkanélküli. A főhős a 44 éves a Nagy Ábrándi lakos elveszti munkáját és életkedvét, erőteljesen szuicid alkattá válik. Kuti Ernő alakításában ismerkedhetünk meg vele, a halálra szánt magyar zombival, megfejelve egy jó adag komikus versorral, verses komikummal. Egyetlen férfi emberként gyakoroltuk ezt több mint fél éven keresztül, magát a darabot, de tulajdonképpen múlt év ősze óta folyamatosan készülünk arra, hogy egy darabot így előadjunk, és hát ahogy a vezető színésznőnk nagyon-nagyon ügyesen végig kísért minket ezen az úton, hatalmas személyiségfejlődésen mentünk át mindannyian. Az elején még izgalmasan, vagy izgatottan és gyámoltalanul mondtuk el a verseket, legalábbis én magam biztosan. A végén pedig már itt vagyunk egy profi előadás, persze amatőr csapatként egy nagyon szép színházban, és megfelelő körülmények között elő tudjuk adni, úgyhogy maga a darab az azért is izgalmas, mert verses formátumú, és emiatt részint könnyű, részint nehéz előadni, hiszen a rímeket és a ritmust azt tartani kell az előadás során, de a betonulást viszont segítette, tehát magát a szöveg tanulást segítette, maga a szövegezés, ahogy Tasnádi megírta a darabot. Asbó Csilla Blondinné Vali szerepében lubickol az ízig-vérig izgalmas történetben egy olyan karakter alakításában, ahol hiányzik ugyan a mosoly, de a próba folyamatok során bebizonyosodott, ezt a karaktert, mintha neki írta volna a szerző. A próba folyamatok azok nagyon érdekesen zajlottak minden héten, nagyon hétfőn, ugye volt egy-egy alkalom, amikor 5-től 8-ig gyakorolhattunk, tehát ebbe kellett belesűríteni magát a próbát, a változásokat. Aztán, ahogy közeledtünk így az előadás felé, maga a premier felé, úgy egyre gyakrabban találkoztunk a csoporttagokkal, és csináltunk ilyen magánpróbákat, úgymond, egyikünk másikunknak a lakásába, otthonában. Tehát azért mi pluszban is sokat gyakoroltunk, hogy ez jól sikerüljön. Mosolyog a szeme, ennek nagyon örülök, ugyanakkor mosolyog a szeme a szerepében is. Nekem ez volt a legnagyobb kihívás a szerepemben, ugyanis én nem nevethetek. Tehát ez volt az, hogy én mindig mosolygok, ebben a szerepben pedig itt nem szabadott mosolyogni, csak a legvégén egy kicsit. Nagyon-nagyon nehéz volt ezt nekem így megtanulni és betanulni, hogy még a szemem sem mosolyogjon. A színházbarátok egy formai bravúrokkal teli csengőbongó, szöveges, izgalmas előadást láthattak, egy látleletet, amit a rendezői koncepció és a teljes társulati játéka is hitelessé tesz. A Városházán köszöntötték a Székesfehérvári Református Egyház megszületésének 200. évfordulóját. Az ünnepen megerősített előadások hangzottak el a két évszázados történésekről. Legyen világosság, ez a mottoja a székesfehérvári reformátusok 200 éves jubileuma alkalmából rendezett programoknak. Szombaton a Városháza dísztermében várták érdekes és tartalmas, hitteli a család minden tagját megszólító programmal az érdeklődőket. A megnyitó és áhítat keretében Lerner Zsolt alpolgármester köszöntője után Brunner Vilmos, Berze János és Somogyi László lelkészek tekintettek vissza a reformátusok két évszázados hitvallására, majd Mikrofontól a keresztig címmel Bakonyi István mutatta be Bokányi Zsoltról szóló életrajzi kötetét. Két évszázad az nem semmi, mondhatni. Nyilván, hogy ez nem egy dicsőséges menetelés jelent ez a két évszázad. Voltak nehéz időszakok, de hát úgy, ahogy Isten a teremtéskor azt mondta, hogy legyen világosság, és a szavával teremtett világosságot, a szavával hozott rendezettséget ott, ahol káosz, sötétség vagy nyomorúság van, úgy ma is ezt teszi. Isten szava, mi úgy szoktuk mondani egyháziasan, hogy igéje az, amivel ma is
világosságot hoz. Ez a református jubileumunknak a jelmondata, hogy legyen világosság. Isten igéje hozta létre, beszéde a fehérvári református gyülekezetet, az tartja meg ma is, és azt fogja megtartani a világ végezetéig, ahogy mondta Jézus, hogy íme én veletek vagyok a világ végezetéig. Hát tulajdonképpen, ha ünnepelni kell valakit, vagy valamit, akkor Istennek ezt a nagy művét, hiszen én számomra Istennek az a legnagyobb csodája, ha emberi életeket tud megváltoztatni, meggyógyítani, jobbá tenni, jó útra terelni. Hát tulajdonképpen ezt a csodát ünnepeljük, hiszen Isten ezt tette. Hála Istennek nem csak a reformátusok körében, hanem más keresztény egyházak körében, vagy más egyházak, például zsidó hitközség életében is bizonyára ezt a munkát tette és végezte. Ezt Istennek ezt a munkáját ünnepeljük, ezért adunk hálát, ezért dicsőítjük őt 200 év után. Brunner Vilmos református lelkész is az év tanulságait elemezte, és egy komoly, mélységesen emberi jövőképet vázolt fel gondolat sorában. Minden nap olvassuk az Isten igéjét, és a mai napra 70. Zsoltárból ez a vers szól: örvendjetek és örvendezzetek benned mindazok, akik téged keresnek, akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten. Egy nagy örömünnep nekünk, hogy Isten megtartott bennünket ebben a 200 évben, hogy megszabadított bennünket sok veszedelemben, bajban, ezért hálát is adunk neki ezért, illetve kérjük és várjuk az ő segítséget, hogy továbbban is legyen velünk, maradjon mellettünk, hogy mondhassuk, valhassuk, hogy nagy az Isten és nagy az ő szeretete és kegyelme. A Városházán megrendezett találkozó fontos eseménye volt a könyvbemutató, ahol Bakonyi István megismertette a résztvevőkkel Bokányi Zsolt, a kiváló újságíró zenész történetét, életútjáról, megtérésének történetéről. Az igazsághoz tartozik, hogy ez már egy többeti könyvbemutató, hiszen több évvel ezelőtt jelent meg ez a kötet. És hát az az igazság, hogy mi annak idején a Vörös Mati Rádióban ismerkedtünk meg Bokányi Zsolttal, és kiderült, hogy hogyan látjuk a világot. Kiderült az, hogy nagyon sok közös vonás van bennünk, és innen jött az ötlet, hogy ezt a nagyon izgalmas pályát, én pályafutást megrajzolnám egy interjú kötet keretében, hiszen nem tipikus, azt hiszem, az a fajta élet és sors, amit Bokányi Zsolt végigélt, hiszen a könnyű zene és az utóbbi években egyre inkább a hite az rendkívül meghatározó. A kettő valamikor nem volt együtt jelen az ő életében, de a megtérés, ez a viszonylag késői megtérés nagyon sok gyümölcsöt adott, én azt hiszem, az ő pályán, és ez a újabban a zenéjében is megnyilvánul. Bokányi Zsolt népszerűsége, felbukkanása, magas szintű szakmai munkája, mondhatjuk, évtizedek óta töretlen. Megtérése azonban komoly lelki változásokat hozott mindennapjaiban a hit által. Ez a könyv alapvetően nem rólam szól, még akkor sem, hogyha én vagyok a főszereplője, hanem ez egy bizonyságtevő könyv, és Jézusra próbál mutatni. A kutyából hogyan lesz szalonnal, mondhatnék ilyeneket, de tényleg nem rólam szól, nem én vagyok a főszereplő, én csak egy szereplő vagyok benne, és nagyon remélem, hogy rajtam keresztül kiderül az, hogy a Szentlélek munkálkodik, még az olyan elveszettnek tűnő emberekben is, mint én magam. Úgyhogy leginkább és így ilyen formában fontos ez a könyv, aminek ma egyfajta bemutatója lesz. A hitkérdés pedig szinte mindegy, mikor érkezik meg az ember életében. Ugye nagyon nagy divat a fiatal korban megkeresztelni a gyermekeket, akik alapvetően szinte semmit nem tudnak még arról, hogy mi történik velük. Így például nagyon nagy áldás, amikor valaki felnőttként már az életet talán egy picit értve érti meg, hogy milyen nagy ajándék a hit. A Városháza és az évforduló adta méltóság megerősítést nyújtott a hittel élőknek, a református közösség továbbra is ennek szellemében éli mindennapjait. Ünnepi találkozó volt a Csóri Sándor társaság estjén, a társaság tagjai Koch Imre költőt köszöntötték 70. születésnapján. Elővény az udvaron, teremtett álom, hogy fáj az útszélen. A Csóri Sándor társaság a Szent István Művelődési Házban köszöntötte Koch Imre költőt 70. születésnapján. Az est különlegessége volt, hogy a veretes fehérvári literatúra kulcsszereplői Cserta Gábor megzenésített verssel, míg a társaság elnöke Bakonyi István, illetve Kajzer László, Gál Csaba, Szegedi Kovács György, Péntek Imre és Pálfalvi András
egy-egy veretes gondolatsorral készültek a bensőséges hangulatú találkozóra. Néhány hónappal ezelőtt beszélgettem Kohimrével, persze a kapcsolat az elég régi közöttünk, hiszen költött meg barátot is, és említhetem. És akkor derült ki, amire nem figyeltünk eléggé, hogy bizony október 4-én betölti a 70. életévét, és akkor találtuk ki ezt a mai programot, hogy költőtársai, barátai köztük, például a Kajzer László az egyik könyvkiadója, a Hungarovox, amúgy kiváló költési író is vállalták azt a szereplést, ami azt jelenti, hogy itt most köszöntjük egy irodalmi zenésesten a költőt, aki ráadásul nem csak költő, hanem kiváló szőlészborász is, úgyhogy ezt is meg szoktuk emlegetni. A költészetével kapcsolatban is szeretném elmondani, hogy egy rendkívül intellektuális, nagyon mély gondolatiságot mutató líra az övé. Nem véletlen az, hogy rangos kiadóknál jelentek meg a kötetei. Amúgy meg keveset lehet róla hallani, mert egy visszahúzódó, csendes, szerény ember, de azt hiszem, hogy ez nagyon sokszor együtt van a tehetséggel és a költészet művelésével. Koch Imrének korábban 3 könyve jelent meg, a Nap sárga arca, a Rendezett álom és az Isten álarcos bája címmel. Versei tömör, mély, filozófiai tartalmat hordoznak, ugyanakkor nem feledkezhetünk meg az általa magas szinten művelt borászatról sem, ami teljessé teszi mindennapjait. Meglepett a Bakony Istvánnal beszélgettünk, és hát úgy véletlenül kiderült, hogy 70-kedni fogok rövidesen, és akkor ő elindított ezt a szervezést. Hát kicsit szokatlan ez a dolog számomra. Egy ismert színész mondta, hogy nem szoktam 70 éves lenni, de hát ehhez az ember annyira nincs hozzászokva. De hát nagyon jól esik, hogy ezért így, ez így alakult, és úgy néz ki, hogy a barátok is, meg az ismerősök is talán jönnek szép számmal, bár ez az esős idő, ez igazán nem kedvez annyira, de hát reméljük, hogy mégis emellett maradnak. Kajzer László, aki a Hungarovox kiadó gazdájaként és irodalmárként is veretes jelen és jövőképpel bír, megerősítette, kiforrott, érett lírikust ismert meg Koch Imre személyében. Nagyon jó költő Koch Imre, 19-ben ismertem meg Bakony István közvetítésével, beletekintettem a kéziratba, és éreztem, hogy meg kell jelentetni ezt a kötetet. Nos, ami a kötetre jellemző, én emmekkel szoktam össze, metafizika, meditáció, mikro és makrovilág, és ezt próbálja valahogy felmutatni a maga szűrőjén keresztül, egy kiforrott életköltészet ez. A hangulatos esten ismét bizonyságot nyert a költészet, a vers, a lélek esszenciája. Ezen az estén ismét bebizonyosodott Somlyó György költő igazsága. A múzsa kint áll előttünk az utcán, engedjük be házunkba, és ne csak ezen a napon, az év mindegyik napján. Az Albaréges sportcsarnok adott otthont a zene világnapjának, az ünnepen átadták a Fricsai Richárd zenei díjat is. A zene világnapját 1975. október 1-e óta a világhírű hegedűművész Yehudi Menuhin és az UNESCO zenei tanácsának felhívására ünneplik világszerte. Székesfehérváron hagyomány, hogy az ünnepen immár 19. alkalommal a város zenei életének legkiválóbb képviselői, kórusok, zenekarok, hangszeres művészek, népzenészek együtt ünnepelnek. Két dolgot is ünneplünk a mai nap, hagyományainknak megfelelően. Az egyik maga a zene, maga a muzsika, a gyönyörűsége. Másodszorban pedig, hogy Székesfehérváron ennyi műhelye van a zenének. A gyerekektől kezdve egészen a profi zenekarokig sok minden megtalálható a város kulturális és zenei életébe, és ezért lehet gyakorlatilag saját városi erőforrásból egy ilyen fantasztikus zenevilágnapi eseménysorozatot csinálni. Itt nem csak a esti gálára gondolok, hanem az előző napokra is, hiszen ha csak a belvárost nézzük, a Pipótoronynál, a zeneiskolások órákon keresztül örvendeztettek meg minden arra járót a muzsika szeretetével, az egyes iskolai programok, óvodai programok, de aztán itt van maga ez a gála, hamarosan megtelik a csarnok, egyrészt gyermekekkel, felnőttekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel, zenét szerető emberekkel. Bízom benne, hogy, és biztos is vagyok abban, hogy mindenki nagyon jól fogja magát érezni, a zene ünnepe lesz ez a ma este. Az év kórusa, illetve az év zenekara, illetve az év zenésze díjak is gazdára találnak. Valóban különböző díjakat is átadunk, és átadjuk a Fricsai zenei díjat is, ami a városi kitüntetésként jelenik meg, és a hagyományok szerint ezeknek a díjaknak az átadása, hogy itt a zene ünnepén kerül sorra, hiszen ezeket a közösségeket is ünnepeljük, és hát szerencsére van kit ünnepelni.
Az ünnepség a tradíciókhoz hűen Erkel Ferenc Hunyadi László című művének mintányával vette kezdetét az Alba Régia Szimfonikus Zenekar előadásában Dobszai Péter vezényletével. Minden évben hagyományosan összegyűlnek itt azok az énekkarok, táncegyüttesek, zenekarok, akik gazdaggá teszik Székesfehérvár kulturális életét. És azt gondolom, hogy ez mi nekünk magunknak, fellépőknek, és azoknak is, akik hallgatják, ez egy ünnepi nap. Nagyon jó évente egyszer meghallgatni így egymást, hogy milyen sokféle képpen, milyen sokféle műfajban, stílusban, és sokféle helyen dolgozunk párhuzamosan. És jó az, hogy évente egyszer találkozni tudunk, és látjuk, hogy hogyan muzsikál a másik. Inkább azért ünnep, mert itt a hátam mögött, ahogy látszik, rengeteg fiatal van, középiskolás, általános iskolás, jöttek a gyerekek énekelni, kisebb kórusok, nagyobb kórusok, gyermekkar, leánykar, vegyeskar. Azt gondolom, hogy ez egy annyira adja magát, hogy a zenevilágnapján a város zenei közösségei, intézményei találkozzanak, lesz kóruséneklés, lesz nagy zenekar, lesz kis zenekar, lesz fúvós zenekar, népi zenekar, lesz néptánc. Azt gondolom, hogy ez egy olyan színes közösségépítő találkozási lehetőség, amely kevés városnak adatik meg. Az est szívet melengető színfoltja volt az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola Csöröge csoportjának tánca és a Kodály Zoltán Általános Iskola harmadik osztályos tanulóinak éneke, amelyet Kneifel György és zenekara kíséretében láthatott és hallhatott a közönség. Ez egy tényleg valóban nagyon szép nap. Ilyenkor a népzenét, a klasszikus zenét, a jazz zenét, a modern zenét, és mellette azért egy picit a táncot is tudjuk ünnepelni, hiszen a tánc mellett ott van mindig a zenei kíséret is. Nagyon nagy öröm, hogy évek óta meghívást kapunk valamelyik csoportunkkal erre a remek alkalomra, a zenevilágnapja alkalmából. Én mindig csodálattal hallgatom utána végig az egész műsort, mert szerintem egy laikus számára, vagy egy kicsit, aki a szakmában benne van, annak egy hatalmas élmény ennyi embert egyszerre látni, gyerektől, felnőttől kezdve együtt énekelni, hatalmas ereje van. És nagyon jó, hogy ebben mindig egy kis szeletét adjuk mi is, most éppen a Csöröge csoporttal, a Művészeti Iskolánk Csöröge csoportjával, ahol nagyon sok az átfedés, ugye nagyon sok kodályos van közülük, úgyhogy ez egy nagyon jó kis projekt volt így együtt. Az esten fellépett Balog Ádám és Balog Máté zongoraművészek, akik a Virtuózok V4 plusz magyar megmérettetésének legfiatalabb versenyzői voltak, és komoly szakmai elismerésekben részesültek. Az Összkard dalait is meghallgathattuk Kneifel Imre vezényletével, Kneifel György és zenekara kíséretében. Nem maradhatott el idén sem az egytől egyig országosan elismert székesfehérvári jazz muzsikusokból álló formáció, Cserta Balázs együttesének műsora sem. Esztendőről esztendőre különleges pillanat, mikor a város kórus vezetőit köszöntik. Cserpalkovics András polgármester és Ruf Tamás a szimfonikusok igazgatója köszöntötte az általános és középiskolai énekkarok, felnőtt kórusok, művészeti együttesek vezetőit. A zenevilágnapjának egyik kiemelt eseménye a kórusok elismerése volt.
A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége felhívására 2024-ben a megyei általános és középiskolai kórusok számára megrendezett éneklő ifjúság versenyén évkórusa díjat vehetett át Kneifel Imre vezetésével, a Kodály Zoltán Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola vegyes kara, és az aranydiplomával minősítették a Kodály leánykarát, Feke Marián kórusát. Az esten természetesen köszöntötték az aranyminősítésben részesült kórusok karnagyait is. Ezt követően a zenei műsor keretében egy igazi csoda várta az ünnepre érkezőket, hiszen a Herman László Zeneiskola káprázatos tehetségű fiatalja, Várdai Eliza Abigéla, barokk furulya királylánya szólaltatta meg hangszerét. Természetesen idén is sor került a Fricsai Richard zenei díj átadására, amely a Székesfehérvár zenei életében több éven keresztül kifejtett kiemelkedő zenei munkásságával maradandót alkotó székesfehérvári zenetanárnak, karnagynak, zenei előadó művésznek, együttesnek, közösségnek adományozható, és amelyet ebben az esztendőben a Takács Muridis Anett és Kremnicki Géza által alkotott Hungarikum együttes vehetett át. Teljes meglepetéssel ért bennünket váratlanul igazából ez az elismerés, és nagyon nagy öröm, nagyon nagy boldogság volt igazából, hogy az, amit képviselünk, az, amit teszünk adott esetben a városért, azt mások is látják és értékelik. Úgyhogy ez nagyon nagy öröm számunkra. Amikor zenei stílust választottatok, az nyilván gondolkodóba ejtett mindkettőtöket, és úgy tűnik, hogy ez azért bevált, hiszen egy egészen különleges érát képviseltek. Igazából azt választottuk, ami a szívünkből jött, tehát nem is igazán választás volt, igazából a dalok találtak meg bennünket, nem az alapján választottunk, hogy mi lehet az, ami menő, vagy ami majd hamarabb eljut a közönséghez. Ez van a szívünkben, ez áll hozzánk a legközelebb, és nagyon örülök, hogy ezt más is meghallotta, vagy meghallja. Köszönjük, és továbbra is csináljuk, amit tudunk, szeretünk, és reméljük, hogy a köz megelégedésére és a sajátunkra szolgál. Hogy születnek a dalok, hiszen egy különleges stílust képviseltek? Igen, hát van népdalfeldolgozás, vannak saját dalok, vannak istenes dalok és vers megzenésítések. Melyikre kérdezel rá most a négy közül? Én azt gondolom, hogy így egy egységes egészet alkottok ti. Hogy születnek? Hát hangulati kérdés is, helyzetbe kell kerülni. Az ember a kezébe veszi a hangszert, hogyha 10 percnél tovább van az ölében a hangszer, szerencsés esetben 1-2 óráig, akkor kölcsönhatás lép fel az egyén és a hangszer között, és hát egymásnak adjuk az ötleteket. Az ünnepség idén is gálával záródott. Elsőként Alfred Reed El Camino Real című műve csendült fel a székesfehérvári fúvós zenekar előadásában Hámori János vezényletével. Majd következtek a híres Sárospataki Református Kollégium diákságának ajkán született nóták. Ezek közül dolgozott fel 4 szólamú vegyes karra egy hangulatát és hangzását tekintve egyaránt színes csokorra valót Farkas Ferenc, amelyet az Albarégia vegyes kar, a Primavera kórus, a Vox Mirabilis Kamara kórus, a Herman László Szakgimnázium vegyes kara és a Kodály Gimnázium vegyes kara előadásában hallhattunk Mihály György vezényletével. Koncert zárásaként Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából egy jól ismert rész, a Palotás csendült fel. Az idei zenei világnap az Albarégia Szimfonikus Zenekar produkciójával búcsúzott, bízva abban, hogy a következő években ugyanígy találkozunk. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.